Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőségünk neked, Istenünk. Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a jeruzsálemi templom, Jézus ezt mondta. Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad, mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tőle, Mester, mikor történik mindez, és milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt. Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, s mondják, én vagyok, és elérkezett az idő. Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Azután így folytatta. Nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények, és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Az evangélium Evangélium. Örömhír Szent Lukács könyvéből. Mi az örömhír abban, hogy a választott nép szent templomát földig rombolják? Mi az örömhír abban, hogy jelek lesznek, megrendítő jelek lesznek a napban, a holdban, a csillagokban? Mi az örömhír abban, hogy félre akarják vezetni Krisztus követőit? Mi az örömhír a háborúk és lázadások hallatán, a nemzetek egymás ellen támadása, a földrengés, az éhínség, a dögvész, a félelmetes tüdemények és rendkívüli jelek hallatán? Úgy kezdődött, hogy evangélium, Szent Lukács könyvéből. Mi számunkra ebben az örömhír? Az örömhír az, hogy van, ami nem pusztul el. A templomat elpusztítják, lerombolják Isten szentélyét, de Jézus arról beszélt, hogy elhozta nekünk Isten országát. Azt az országot, amit semmi nem tud elpusztítani, semmilyen evilági hatalom, semmilyen katasztrófa, semmilyen rendkívüli esemény. Amikor minden bizonytalanná válik, amikor kiszámíthatatlan minden, és nem tudjuk, mit hoz a holnap, akkor meg kell keresnünk azokat a biztos pontokat, amit nem érint semmilyen vírus, semmilyen járvány, semmilyen katasztrófa. Isten országa COVID-mentes. Isten országában nincs járvány. És Isten országa nem csak a mennyország, hanem itt a Földön elérkezett, köztünk van. Amikor felfedezzük ezt a szeretet uralmat, Isten szeretet uralmát, akkor talajt fogunk egy olyan állapotban, helyzetben, amikor úgy tűnik, hogy minden ingoványos, mocsaras, bizonytalan és kiszámíthatatlan, és aki már járt ilyen terepen, tudja, hogy mekkora ajándék, ha talál egy biztos pontot, amire ráállhat és ahonnét újra indulhat. Az örömhír az, hogy csak Isten igéje és Isten országa nem múlik el. Minden más.
És arra kell építenünk nekünk keresztényeknek az életünket, ami örök, ami nem múlik el. Ha másra építünk, akkor homokra építünk. Akkor a viharok, a megpróbáltatások, a krízisek összedöntik az életünket. A másik örömhír azzal, hogy vége lesz mindannak, amire építettünk, elérkezik az új jég és az új föld. Krisztus újra eljön. És akik szeretik, akik hisznek benne, szeretik és várják a találkozást naponta a feltámadt és köztünk élő Krisztussal, azok számára sem a halál, sem a világ vége nem rémhír, hanem örömhír, mert találkozhatnak azzal színről színre, akit szeretnek, akiben hisznek és aki után vágyakoznak. Ezek a rendkívüli, félelmetes jelek ezt az örömhírt hozzák, hogy Krisztus újra eljön. Ahhoz, hogy az új ég és új föld megvalósulhasson, a réginek meg kell szűnni. És ezt képekkel, megrendítő képekkel írja le Jézus. Nem szabad kiszámítanunk, hogy mikor lesz ez. Már a történelem során sokszor megpróbálták. 1000 betelt, 2000 nem fog betelni. Mi már megértük a második ezred évfordulót, vagy évezred fordulót. Miközben hatalmas számítgatások történtek, rémhírek terjengtek a világ végéről, mert 2000-ben itt a világ vége, Szent II. János Pál pápa az egyházat átvitte a remény küszöbén. Ő reményről beszélt, nem pedig a pusztulásról. A mi reményünk Isten országa és a mennyország. A mi reményünk Krisztusban van. És ez a remény, ez sziklaszilárd. Ezt nem lehet elvenni tőlünk. Ezek az evangéliumi szakaszok arra hívnak bennünket, hogy erősítsük meg a hitünket és a reményünket. És azt már tudjuk, hogy mi lesz. Lesz világvége, lesz aratás, lesz szüret, lesz szétválasztás, a konko és a búza szétválasztása. De addig mi lesz? Addig nekünk tanúságot kell tennünk. Azért választott ki bennünket az Isten, az ő népévé. Azért ajándékozta nekünk az ő országát és az életigéjét, és a reményt, az igazi reményt, a mennyországba való reményünket, hogy félelem nélkül tegyünk tanúságot egy olyan világban, amelyik retteg. Tegyünk tanúságot a reményünkről, a hitünkről. Addig nekünk semmi más dolgunk, mint tanúságot tenni szavainkkal és tetteinkkel, hitünkkel és szeretetünkkel a reményünkről, hogy minél többen találjanak biztonságot az emberek között, minél többen találjanak rá erre az igazi reményre, és fedezzék fel Isten irántunk való nagy-nagy szeretetét, mert a szeretet tart meg bennünket, és a szeretet az, Isten, aki a szeretet, az, aki hazavár bennünket, és az új jég és az új föld ajándékát hozza számunkra. Mi nem a világvége katasztrófát várjuk, hanem Krisztus második eljövetelét. És számunkra ez az egyik legszebb pillanat lesz, mert hiszünk benne, és szeretjük őt. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.